Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Huvian vagyok. Történt egy kicsi sajnálatos dolog, ugyanis felvettem, hát nem olyan sok, nem egy egetrengető hosszúság, egy ilyen 5-10 perces videót felvettem még pár nappal ezelőtt, ugyanis ugye megint meghívást kaptunk a Sárkányra, viszont sajnos bejutni nem sikerült, és sajnos hát nem is emlékszem már, hogy miről volt szó, meg szerintem nem is mondtam ilyen érdekes dolgokat. És az a helyzet, hogy úgy gondoltam, hogy majd bevágom majd a következő videó elé, ugye azt a részt. Ugyanis próbálkoztam még a Sárkival utána is, viszont sajnos utána sem jött össze egyszer sem. Ugyanis mindig elcsaklizták előlünk, úgyhogy mivel ez ennek már jó néhány napja, ezért úgy döntöttem, hogy mindegy, akkor hagyom a francba azt a részt, aztán most volt egy felesleges videó felvésem, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Sajnos ez nem fog kikerülni sose. Hát nem könnyű egyébként, tehát abban a pillanatban, hogy kiírja, hogy a kék sárkány mondjuk életben van, vagy nem tudom pontosan mit ír ki, hogy visszatért, abban a pillanatban kész, vége is már benne is voltak, tehát egyszerűen nem hiszem el, tehát komolyan mondom, én folyamatosan nyomkodtam megállás nélkül, és akkor is bejutnak előbb, és ugye mondom többször egymás után, tehát így pura volt. Mert közben beköszönök a CH-be. Szerintem ne felejtsem majd leadni az XP-t, hogyha odáig eljutok. Ugye most azért jöttem át Kiskarira, most még napközben van, ugyanis koncentrált olvasás drop van, és feltételezem, hogy a metimből esnek a koncik, úgyhogy megpróbálok párat kiütni, vagyis hát egész pontosan egyetlen egyet szeretnék kiütni, és megnézni, hogy áthatható-e, tehát hogy raktározható-e maga a koncentrált olvasás, mert ha nem, akkor tök felesleges Kiskarival ütni, viszont egyet mindenképp is szeretnék próbálni. Úgyhogy most addig fogok Metineket ütni folyamatosan, ameddig nem sikerül egyet kiütni. Ha nagyon nem lesz témám, akkor valószínűleg még pont most jutott eszembe, hogy még nagyon-nagyon-nagyon réges-réges-rég úgy csináltam az ilyen videókat, ilyen metinütős videókat, még a GF-en, hogy mindegyes metin leütése előtt egy pár másodpercen visszakapcsoltam, hogy na most leütünk egyet, és akkor vagy esik belőle valami, vagy nem. Úgyhogy lehet, hogy most ugyanezt fogjuk csinálni. Plusz, ugye Nagy Karimmal ki kell jönnöm most már Bariból, vagy talán ki is jöttem, arra nem emlékszem most pontosan, és a démoni emlékletet le fogom adni, aztán nagyon-nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Na, sajnos az elsőből nem esett semmi érdemleges, mindjárt megnézzük a KK-t, Sárkány Örvény, az nekem pont kell, úgyhogy ez király. Ja, itt látom, van más is. Ú, basszus, de jó, hogy itt vannak ilyen KK-k, meg eladnivaló, arra szükségem lesz. És rohanjunk tovább a következő metinhez. És lássuk a következő metin, közben találtam egy 5-ös szintűt, ez még konkrétan még KK-t se dobott, úgyhogy ez nem nyert. Hát jó, mondjuk az 5-ös szintű metin az ilyen lootri igazából, szóval az nem nagyon dobál semmit, de attól függetlenül megéri leverni, mert sose tudni. Tehát végén még az dob egy aurát, aztán hello van. Azt hiszem, hogy az 5-ös szintű metin az még talán nem is dobhat követ, bár ebben nem vagyok egészen biztos. Mesélnék nektek egy ilyen rövid sztorit, ugye az egyik nézővel beszélgettem pont erről az automata támadásról, ugye amit mi is kipróbáltunk néhányszor, és ezt szeretném egy kicsit kielemezni, miközben itt próbálok metint keresni. Ugye ő tett javaslatokat, most nem szeretném szó szerint elmondani, hogy miket mondott, mert nem tudom, hogy szeretné-e úgymond veletek is megosztani idézőjelbe, ugye én se feltétlenül minden technikát osztok meg veletek, ugye kicsit ilyen önzés szempontból. Amit lehet, azért bemutatok nektek, nem arról van szó, de hát ugye mindenkinek megvan a saját maga kis trükkje, hogy hogy szerzi a dolgokat, és nem feltétlenül szeretné mindenki elárulni a titkát. A nézővel pont erről beszélgettem, hogy egyébként megéri automata támadásra ugye előfizetni. Azt hiszem, hogy 35 sébe kerül, de nem vagyok benne egészen biztos, most nem fogom megnyitni a tárgypiacot, ne arra gudtok. Lehet, hogy hülyeséget mondom, de én 35-re emlékszem. Talán egy hétre nyitja meg. És teljesen jó potizik, meg képességet használ, meg mindenféle elixíreket is használhat, meg stb. Meg elixíreket, lila potit, zöld potit, azt hiszem ezeket is be lehet neki pakolgatni. És egészen megéri, hiszen hogyha tudtok mellé venni egy harmadik kezet, akkor hogyha egész nap ugye toljátok ezzel az automata támadással, azért bizonyos helyeken, ugye a szintetoknak megfelelően, ahol biztos, hogy nem haltok meg, ott azért szép pénzeket össze lehet ám szedni csak abból, hogy a harmadik kéz ugye szedni neked a jangot, amíg ott se vagy kb. Rengeteg XP gyűlik közben, hogyha éppen jókor kapod el, és mit tudom én, otthon vagy még, vagy mit tudom én, más csinálsz mellette, tanulsz, vagy ilyesmi, néha ránézel, akkor egy csomó cuccot is lehet szerezni. Úgyhogy én attól függetlenül mindenképp preferálom az automata ütéssel való pénz és cucc szerzést, mármint a cuccot ugye amennyire lehetséges. Nekem ez azért nem jó sajnos, én azért nem is vennék soha séért ilyesmit, még akkor se, ha lenne sém, mert sajnos én nem tudom ezt megcsinálni, tehát én annyira függök ilyenkor attól, hogy már pedig én nézni akarom, és nem bírom egyszerűen ki, hogy ott hagyjam,
hogy semmi értelme nincs az automata támadás, mindig azt nézem, hogy akkor most hogy, mind, merre, meddig. Úgyhogy emiatt nem. Na, közben ebből se esett. Mondjuk egyébként leverek párat, de nagyon nem esik, akkor itt hagyom, mert egyébként abban sem vagyok biztos, hogy ezekből a picimetinekből egyáltalán eshet. Támadás plusz, nagyszerű. Úgyhogy mindenképp megéri ezzel az automata támadással foglalkozni szerintem, főleg olyanok, aki tényleg rengeteget mondjuk dolgozik, vagy ilyesmi, de attól függetlenül, hogy szereti a játékot, az mondjuk elmegy reggel mit dolgozni, reggel 8-kor vagy 7-kor, berakja automata ütésre, kikapcsolja a monitort, ha az asztali géped van, akkor még nagyobb mákod van, hiszen ugye az még áramot sem annyira fogyaszt, szerintem a monitor többet fogyaszt, mint a gép, bár mondjuk jó, ez attól függ, hogyha mondjuk van valakinek egy ilyen 800 wattos tárpja, akkor lehet, hogy azt szívni fogja, mint az állat. De alapvetően mondjuk nekem is azt hiszem, még az asztali PC-nél ilyen, nem is tudom, 400-as tápon volt talán, és azért nem fogyasztott annyira sokat. Egész napra bent hagyod, és ilyen 8-9 óra alatt, mire te hazaérsz, vagy akár suliból, az teljesen jó lehet. Persze mindenkinek előre mondom, hogy attól függetlenül megdobja az áramfogyasztást, tehát azért hónap végén látszani fog a számlákon, hogy te metineztél egész nap. Ezt tapasztalatban mondom, ugye annak idején én nem napközben, vagyis hát napközben is boltoztam, meg éjszaka is. És hát az első hónap után jött a csodálkozás, hogy jó néhány ezer forinttal több lett a villanyszámla. Úgyhogy azért csak óvatosan ilyennel, főleg akinek régebbi gépe van és többet is fogyaszt. Vagy akinek túl új van és ilyen brutál PC-je van és tényleg szívja, mint az állat az áramot. Azért ezzel óvatosan kell, tehát azért a Metin nem ér meg mindent attól függetlenül. Tehát ilyen formán akkor már nyilván vegyetek Youngot valaki mástól mondjuk forintért, aztán azzal jobban kijöttök, mint hogyha fizettek 2-3-4 ezer forintot pluszba a villanyszámlára. Na, de most nem is erről szeretnék beszélni, ez csak figyelmeztetés volt, hogy nehogy valaki végén rám kenjen, mondjuk jövő hónapban ír egy kommentet, hogy na bazd meg, rád hallgattam, aztán anyám meg kinyírt, ma olyan villanyszámlát csináltam, hogy hűha, most egy hónapi közmunkán leszek, hogy visszahozom a pénzt. Úgyhogy azt én mindenképp gondoltam elmondom nektek. Aztán a sárkival próbálkozunk még, ugye azt említettem is a videó elején, hogy ugye próbálkoztunk, és szerintem fogunk is még, attól függően, hogy kapunk-e meghívást vagy sem. Sajnos nehéz összeegyeztetni egyébként, és ezúton is elnézést kérnék egyébként így Niától, mert sokszor keresztül húztam az ő számításait is szerintem. Ugyanis, hát én megmondom, hogy ezt neki nem taglaltam le ennyire részletesen, most akkor beszélnék róla, én már ezt mondtam egyébként többször is nektek, de most akkor kicsit jobban belemélyedek. Hogy sajnos én a régebben és most is azért nem nagyon szeretek, vagy azért nem nagyon tudok, inkább a tudok, rahajazok. Azért nem nagyon tudok veletek játszani, mert egyszerűen annyira kiszámíthatatlan vagyok, és mondjuk ez tény, hogy sokszor mondtam már nektek, de tényleg az van, szegény Gábor is élő példája egyébként ennek az egésznek, hogy ugyan általában olyan 6-7 fele szoktam befejezni a melót, mondjuk múltkor pont vagy 5:30-8-ig nyomtam, az még egy kivételes alkalom volt. De az a lényeg, hogy satper kb. 6:30, és utána ugye van még dolgunk, megkajázunk, stb. Esetleg le is zuhanyzunk. Viszont az azt jelenti, hogy satper kb. Ha mindent összevetek, akkor max. 6:30-7, de leges legkésőbb 7-re már ugye gép előtt tudnék lenni. Ezt mutatja végül is a mellékelt ábra. Viszont így is előfordul egy csomószor, hogy majd csak ilyen 3:40-8:08, 8:30-kor kerülök gép elé. Na, közben egy 10-es metin, fél óra után. És ugye pont ez a baj, hogy Gábornak is néha mondom, hogy na majd akkor fönn tudunk lenni, mint ami 7-kor, azt így a live előtt pár perccel lépve, hogy csak beessünk, meg ilyesmi. Ugye ez mind azért van, mert a percek telnek, és ugye meló után már sokkal ráérősebb az ember, mert végre nem kell rohanni, végre nem kell betartani a határidőt, stb. És én is úgy vagyok vele, hogy basszus, hát a saját szabadidőm, akkor már úgy csinálom a dolgaimat, hogy kényelmesen, szép, lassan, stb. De ugye másnak az idejét meg ezzel sútba vágom. És ezért nem is nagyon szeretek semmit idézőbe ígérgetni, hogy most ott leszünk, nem leszünk, stb. Ezt csináljuk, azt csináljunk. Nem szeretem, ha várnak rám, azt rühellem, mert tudom azt, hogyha egyszer egy kicsit is kések, akkor már nagyon sokat fogok késni. Úgyhogy sajnos ez az átka annak, hogyha valaki közösen akar velünk játszani, hogy rendszerint ugye akarva akaratlan, sajnos másképp, tehát keresztül húzom az ember számításait, és tényleg nem az, nem, tehát nem akarva akaratlan, nem akaratlanul, hiszen ez nem szánt szándékom, hogy kicsesszek olyan emberekkel, akik nekem esetleg segíteni szeretnének. Úgyhogy, hát sajnos igen, tehát ez az átka ennek az egész kooperatív működésnek. Éppen ezért nem is nagyon szeretek ilyen szempontból beszélgetni, hogyha ugye valaki kérdezi, hogy mondjuk ide megyünk, oda megyünk, ha esetleg nem most, mert ugye más az a helyzet, amikor valaki rám ír mondjuk, hogy most ebben a pillanatban megyünk-e ide, oda, amoda, akkor meg tudom válaszolni, hogy persze most mehetünk, vagy nincs kedvem, vagy nem tudok, vagy ilyesmi.
Meg más az, mikor ugye mit tudom én két nappal előre, hogy most van szombat, és akkor mit a hétfő este tudunk-e valamit csinálni. Hát, az fogalmam sincs. Tehát hiába mondok igent vagy nemet, ezerszer lefolyik még a víz a Dunán, és fogalmam sincs, hogy mi fog történni. Bár szerintem ezzel egyébként sokan így vagytok attól függetlenül, tehát azért valljuk be a mostani fiatalságnak, így még a mi korosztályunkat is beleértve, azért eléggé instabil a szabad ideje, hiszen mindig közbe jöhet valami, mindig történhet valami, stb. Tehát kevés. Legalábbis én azt tapasztalom meg, hogy a mit tudom én, a 10 évvel ezelőtti önmagamhoz képest a szabad időmet már nem azt mondom, hogy nem én osztom be, hanem egyszerűen olyan sok kötelezettsége van az embernek, hogy néha nem feltétlenül tudja azt csinálni, amit akar, hanem sajnos azt kell csinálni, amit kell. És mondjuk nem feltétlenül sajnos, hiszen az ember érdekeit is szolgálhatja a kötelesség. Csak hát ja. Na, tényleg jó, hogy megemlítette valaki a medálokat. Ugye arra nagyon figyeljetek, hogy a medálokat azt elvileg holnapig lehet leadni. Na most én úgy tudom, legalábbis ez a saját ötletem, tehát én ezt nem hallottam, de én úgy emlékszem, hogy 18-áig lehetett volna leadni, tehát tegnap, mi van ma? 20, 10, azt tudom, hanyadika van. 20-a van, az most van szombat, péntek, csütörtök, akkor nem 17-én. Tehát én úgy emlékeztem, hogy szerdáig lehet egyébként, tehát kerek egy hét volt a medálos eventre. Majd így valamelyik nap elkezdték hívásba hirdetni, hogy na most akkor meddig van ez a medálos event, és valaki írt, hogy 21-ig, meg már komolyan mondom, majdnem lehülyéztem. Jó, nem írtam volna ilyet hívásba, az biztos. Erre basszus megnéztem fórumon, és tényleg 21-e van kint. Na most vagy én nem tudok olvasni, vagy meghosszabbították, ami azt jelenti, hogy holnapig lehet, és hogyha az információim nem csalnak, akkor elméletileg ez úgy lesz, hogy 21-ig lehet ütni a medálokat, és a következő karbantartás alkalmával el is tűnnek majd a leltárból. Tehát mindenki figyeljen oda, hogy időbe váltsátok be, mert különben el fog tűnni. Úgyhogy szerintem érdemes vagy vasárnap este, vagy pedig legkésőbb hétfőn, a hétfői nap alkalmával leadni a medálokat, ha nem szeretnétek, hogy kárba vesszen. Persze, ugye, és gondolom sokan vagytok úgy vele, mint én is, hogy sajnos elég sok medálom van, vagy hát nem sajnos, elég sok medálom van, viszont nem egyenlően osztol, tehát nem egyenlően oszlanak el. És például a 2-esből és 5-ösből azt hiszem csak én 1-2 darab van, viszont az 1-esből, 4-esből, meg ezekből már van ilyen 10 nem tudom hány darab, de komolyan rengeteg van. Azt hiszem pont az 1-esből talán már 17 darab van, szóval borzalmas, hogy ezt így... Én hogyha jobban belegondolnak a fejlesztők közben, nagyon remélem nem halok meg, és nem haltam meg. Ha jobban belegondolnak a fejlesztők, ezt igazán meg lehetett volna szerintem úgy csinálni egyébként, hogyha már egy oké, hogy nem lehet átadni, hiszen ezt már ugye az egyik néző elmagyarázta, hogy miért is nem lehet átadni a medálokat, de simán megcsinálták volna azt egyébként, de csomó privát szerveren vannak ilyen hasonló eventek, ahol meg lehet azt csinálni, hogy csereberélsz. Tehát meg lehetett volna szerintem azt csinálni, hogy mondjuk mit tudom én, ha adsz 5 darab medáldarabot az egyik fajtából, akkor kapsz egy másikat a másik darabból. Mivel kereskedni nem lehet vele, ezért gyakorlatilag csak magadnak farmolod, és szerintem, hogyha már így ingyen, mert ez egy teljesen ingyenes event lehetőség, akkor már nem tök mindegy egyébként, hogy ki mennyit ad le, meg hogyan, merre, meddig. Tehát szerintem azért simán berakadtak volna egy ilyen csere funkciót, hogy mondom, akár csak 5, vagy legyen csak 10 darab. Tehát 10 darab egy fajtából kapsz érte egyet a másikból, már azzal is biztos, hogy rengeteg ember már legalább egy plusz ládát ki tudott volna váltani. És szerintem azért nem mindegy, hogy az ember úgy végez ezzel az egész eventtel, hogy van még mit megmarad, ilyen 30-40 medálja, sőt a nagyok már nem is szedik egyébként, ahogy észrevettem, vagy pedig tényleg csak ilyen pár darab marad meg, amit tényleg nem tudod sehogy felhasználni. Azért ez így fájó pont az embernek szerintem, hogy van, aki csak ezért farmolt egyébként, és akkor mit tudom, pont a 2-esből nem tudod 8-at összeszedni, csak 2-t mondjuk, és mindegyik másból meg már simán ki tudná váltani a 8 darabot, és akkor azért tud csak 2-t, mert abból az 1-ből meg hiányzik. Szóval ilyen szempontból szerintem egy kicsit gázul volt megszervezve ez az egész. Már tudom, hogy ez több egyére volt ez az event, ez a medálos event, éppen ezért nem is értem, hogy ezt miért nem gondolták át eddig. Több mint valószínűleg egyébként direkt csinálták így, tehát tudom, sejtem. Egyébként igen, láttam a metint, ennyire nem vagyok vak, de a 25-össel nem szenvedek, mert sajnos annyira nem erősek a cuccaim. És leverni le tudom, biztos, mert már sikerült egyszer, viszont túl sok időbe telik és egyszerűen nem éri meg, tehát ilyen fél óra alatt verek le kb. Egy 25-ös metint, ami hát valljuk be azért egy kicsit sok, tehát a többi metinhez képest, amit egy-két perc alatt ledarálok, úgyhogy nem igazán szeretnék foglalkozni a 25-össel. Na szóval igazából a medál darabokról akkor ennyit. Hát szembesültem sajnos a dologgal, hogy buff nélkül B2 végén szart se érek. Ugye ma kicsit előbb sikerült befejeznem a melót, mielőtt Mitsuki hazaért volna a melóból. Hú, ezt jó megmondtam. És bepróbálkoztam magammal ugye B2 végén, és hát ilyen két, max. 3 csoportot bírok el, de azt is csak úgy, hogyha nem ájultatnak. Na most lehet, hogy van, aki még ennyit se bír el, vagy van, aki simán elbírja az egész B2 végét, ugyanígy 76-oson vagy 77-esen, most tudományos vagyok.
Hát azért, igen, azért teljesen más egy buffal. És a másik, pedig képzeljétek el, mit találtam, én nem is hittem a szememnek, hogy megtaláltam, és sose láttam GF-en. Tábornokot, vagyis hát látni láttam, mert ugye apum annak idején vitt ilyen tábis terembe, fejlőd... az lehet, hogy nem itt volt. Nem itt volt? Nem, hülyeséget mondom szerintem, hát hogy vitt volna, 75-ösök voltunk. Akkor nem tudom. Na basz, kilevertem a követ, és nem vettem fel a kesztyűt, basszus. Pedig valami nagyon rémlik, lehet, hogy az még Orionon volt. Hát a fene tudja. Az biztos, hogy tábis teremben már voltam, mert húztak, de szerintem az Orionon volt egyébként, akkor lehet, hogy összetéveztem. Na mindegy, nem is az a lényeg, ugye találtam egy tábornokot, ugye B2 végén, és úgy megörültem magamnak, nem mondom király, hogy bepróbálkozok nála, hogy mit, hogy merre, meddig. Hát a sebzés az érdekes volt, mert konkrétan vagy semmit nem sebzett, tehát vagy ilyen pár százakat, tehát meg se látszott az életem, konkrétan. Ugye 21 ezer életemben, ugye annyi van összesen, akkorát belesebzett, hogy majdnem egy ütésben meghaltam, így néztem akkorát, hogy hoppá, azért itt error van. A vezéreket viszonylag gyorsan lebírtam verni, ugye amíg belőle jönnek, hiszen ugye alapvetően azokért éri meg farmolni, hiszen ugye minél több tábornokot összeszedsz, annál jobban jön az XP, bár ugye most van valami keverc egyébként, talán az, hogy a Jongan tábornok nem mindig ugyanott éled, és akkor ezért nem lehet elhúzkodni őket, vagy nem tudom, most már nem nagyon csinálják ezt a tábizós dolgot. És, de ezt mondjuk nem tudom pontosan, hogy miért. Nem fejlődtem attól függetlenül olyan jól, tehát mondjuk ez várható volt egyébként, hogy egy tábornokkal nem fogok jól fejlődni. Hát mindegyik vezér ilyen egy századot adott kb. Koncit lehet rakni, barakni? Na mondjuk erre rohadtul kíváncsi lennék én is. Úgyhogy remélem válaszol neki valaki, mert különben nem szenvedek tovább itt. Úgyhogy hát a tábornokat így sajnos egy önmagában nem nagyon értem meg farmolni. Leverni esélyem sem volt, meg sem mozdult az élete konkrétan, tehát abszolút semmi esélyem nem lett volna. Úgyhogy igazából jó, ez is várható volt egyébként, tehát ez nem egy privát szerver, ahol ilyen 8000-eket meg 10000-eket sebzek a tábornokra, hanem így éppen, hogy ilyen nem is tudom 2000-eket, vagy nem is tudom mennyi volt, talán a max 1500-2000 körül. Tehát azért nem vittem túlzásba a sebzést. De hát oda se neki. Viszont szerintem ez lesz az utolsó metin, amit most leverek, mert még ha adnak is egyáltalán, szerintem így nem nagyon éri meg ezeket így ütni. Mindenképp elmegyek nagyobbakhoz. Csak nem tudom, hogy hova. Viszont mindenképp szerválnom kell, be kell mennem piacra. Szerválnom kell egy csomó mindent. Protein snacket is. A hátasom is le fog járni. Azt hiszem, hogy talán tigrisem van még, úgyhogy ma este mindenképp meg kell próbálni. Pardon. Mindenképp meg kell próbálom hátast ütni, hát sajnos ebből... Oppá, bassza meg! Már bocsánat, koncentrált olvasás. Akkor nem megyünk sehova, srácok. Maradunk a felnekünkön. Hú, de szuper. Jó, csak nehogy rákattint, csak véletlenül, mert egyébként szarakszik mostanában az egerem, azt néha egy duplán kattint, de akkor tuti hátast dobok. Gyorsan bemegyek a városba, megpróbálom berakni a rakiba, bár biztos, hogy nem fogok most már kicskorin lenni, az Hozier, ennyi bőven elég volt. Ezért levertem, vagy nem tudom hány metint, nem tudom kiszámolt, egy 8-10-et biztos levertem. Jó, még ez nem is rossz arány egyébként ahhoz képest, tehát végig is pillanatokat leverek egy metint, szóval nem egy erőfeszítés. Hoppá! Arról a téletbe. Közben már az XP-m is elérte a jó néhány százalékot, hogyha nem akadna be, úgyhogy ezt gyorsan leadom. Igen, hát jó, nem mintha a C-et annyira megdobná, de oda se neki. Hú, nem tudom, most miért akad ennyire egyébként. Jó, lehet, hogy a 3 metin teszi, meg az, hogy rohadt meleg van, be van csukva minden, ugye a videózás miatt, aztán hát egy kicsit fölfort a gépem, de hát annyi baj legyen. Raktár, igen, na most imádkozzunk, hogy be tudjam tenni. Mármint a raktárba koncentrált olvasást. Na lássuk. Ja igen, egyébként közben csak elmondanám, hogy gyorsban sikerült beszereznem 4 karmot és 2 pikkelyt, tehát így már megvan az egész set, konkrétan ugye az epiké való átalakítás, az fillérekért vettem, magam is megcsodálkoztam, hogy mennyiért vettem, de tök király. És ez az raktározható! Akkor viszont lehet, hogy visszajövök, nem tudom, olyan jó, ez nagyon király volt, így hogy esett egy, örülök neki, de pengére erősen nyomogatom majd, aztán remélem, hogy így nem fogja betörni, mert az lenne az igazán durva. Viszont azt mondja, hogy ezeket el kell raknom a raktáramba, viszont ezeket, ja igen, ez is nekem kell, a innót azt eladjuk, a sárkány örvény is nekem kell, azt be is rakom ide, szuper. Szerintem akkor így csinálom, jó. Tehát ezeket meg eladásra bepakolom, mert most már ugye, hát a boltomban van cucc, de igazából javarészt értéktelen vackok, és nem igazán visznek semmit. Így is napok óta árulok, azt 2 millió sikerült összvisz. Tehát már beseraktam a boltot, mert olyan kedvtelen voltam, hogy semmit nem visznek.
Pedig eddig ilyen nem volt gond, egyébként minden nap kiárultam, attól függetlenül ilyen 5 milla alatt, az volt a minimum, tehát azért az minden nap megvolt. Aztán most így valamiért az elmúlt pár napban valahogy nem nagyon vitték. Lehet, hogy az új szerver indulás egyébként ugye kevesebb a vevő, és akkor úgy nem nagyon járnak map egyre, nem tudom. De hétvége van, és most is mondom 2 milla reggel óta. Sőt, még annyi se, mert alapban azt hiszem volt nálam, hogy 1,5 milla, tehát még annál is kevesebb. Na mindegy. Na, tartunk egy rövid szünetet, bár mondjuk azért annyira sokáig nem fogom elhúzni szerintem ezt a videót, tehát azért a leghosszabb idő is olyan 3-4 órát terveztem maximum, ugye most tartunk a 20. percnél. Hát a piaccal most nem untatlak titeket abszolút, tehát ezt most meg fogom csinálni gyorsba. És akkor szerintem utána, hát mivel a Vörös Erdőbe egyedül nem szívesen mennék, mert lebírom vele, mert itt semmi gond nincs vele, csak fél óra egyedül, tehát abszolút nem éri meg. Vagy elnézek esetleg Szellemerdőbe, vagy visszajövök Kiskarira, vagy nem tudom. Hú, el ne felejtsem, basszus, ízét potit is vennem kell, meg teljesen kifogytam. Na most már okosabb leszek és egy sorral többet veszek, mert borzasztóan kevés volt ez, amit magamnál tartottam. Meg egy csomó azért gyűlt eladni való is egyébként, szóval nem vészes a dolog. Szerintem ezeket leveszem, úgyis vissza kell teleportálnom. Jó, okés. Egyébként tök ez a sárkány medál, hogy van. Ugyanis ugye amikor B2 végére megyünk, vagy sárki miatt, vagy pedig ütni alapból, akkor azért jó, persze tudom, hogy egy kölyökdobozból alapvetően nem érte meg a sárkány medál, de én örülök neki, hogy nagyon, hogy van, mert így azért tényleg nagyon sok helyzettől megvéd, hogy újra tudok éledni. És azt vettem észre egyébként, hogy vagy nekem van ekkora rohadt nagy mákom, vagy nem tudom, de nekem olyan 3-4 éledés annyi volt, miután elvette az első sárkánymedált, és azt így furcsáltam, és mondom, mi a fene. Tök jó, de hát azért örültem neki. Itt tényleg most látom a barlangos küldetést is, azt Mitsukinek már mondtam, hogy ezt 77-esen most meg fogjuk majd csinálni. Hát nem ígérem, hogy ebben a videóban benne lesz, mert nem tudom, hogy Mitsuki fog-e ma jönni. De mindenképp még 77-esen meg fogjuk csinálni szerintem a barlangos küldet, az olyan 40%-ot fog shots per kb. Adni, ami azért elég sok, úgyhogy az meglendíti majd így a kezdeti fejlődést. Plusz, ahogy láthatjátok, majdnem 10%-on vagyok, tehát több mint valószínűleg már leköröztem Mitsukit a múltkori akciója ellenére is. úgyhogy fejlődni is kell majd, hát majd lassan neki is, bár nem tudom, hogy ez hogy fog majd történni. Na, most visszamegyek map egyre, azt megnézem gyorsan, hogy az úristen mennyi küldi, majd olyan soknak tűnik egyébként, pedig ezek már csak olyan küldik, amiket vagy nem nagyon tudok megcsinálni, vagy nincs kedvem. Sárkány szemereje, abban még van 2, teljesen jó. Ja, igen, kombinálunk is egyébként, most gyorsan ezt megcsinálom, sárkány közszilánkot, csak szóljatok már rám, hogy pia vagyok és vegyem fel a cuccaimat, mert olyan lassú vagyok, mint a tetű. Hát az akadásért ne haragudjatok, én is látom, nagyon gáz egyébként, szóval én utálok így, hát videózni, játszani, én teljesen el vagyok azzal, hogy egy kicsit akad. Ne haragudjatok, de ez már nagyon lejárt lemez igazából nálam sajnos, tehát ugye kb. Majdnem minden rész így telik, hogy a felét akadással töltjük el, de hát akinek tetszik a videó így is, az annak örülök igazából. Na, Alkimista, sárkánykő nemesítés, nagyon szuper, legyen egy gyémánt, nem sikerült, pedig ebből, hát ritka lett volna a legnagyobb, pardon. Lássuk, sárkány zafír, sikerült, azt mondja, hogy ritka, nem sikerült. Jó, azt mondja, hogy gránát. Na, még egy próba. Hoppá, sikerült. És ritka már nem lett belőle, pedig ebből lehetett volna antik egyébként. Na, mindegy. Oké, na, vásároljunk be potit, és még mielőtt bemegyek piacra, mindenképp leadom a démoni emléktárgyakat, és borzasztóan drukkoljatok, létsz, hogy sikerüljön nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, mert nagyon kéne. Na, újra itt is vagyunk, sajnos a technika megint kivabrált velem. Na, arra vigyatok, most ezt a kis részt nem fogom kivágni. Remélem senki nem haragszik meg, hogy látta az asztalomat. Sajnos ez néha előfordul, bár most már egyre kevesebbszer egyébként azt kell, hogy mondjam, mert amikor elkezdtük a metint, azért ezt napi szinten többször elsütött, hogy csak így bezárult. Szerintem egyébként csak most besokalt egy kicsit, lehet a gépem is, vagy a metin. Pardon, hogy itt undorkodok itt össze-vissza, csak jó beittam a szénsavas üdítőitalból, aztán most úgy jön, mintha muszáj lenne. Közben átjöttem CH1-re, de mindenképp leadjuk a BIOS-t, csak először veszek potit, mielőtt elfelejtem. Bár mindig így berendezem magamnak, hogy lássam, hogy valami nem stimmel, és hogy mindig eszembe jut. Na, azt mondja, hogy kell nekünk egyszer 4, ez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hú, ez lehet, már sok lesz. Nem, sok nem lesz. És akkor még 2 kéne, jó, szuper. Oké. A kelme. Az még 42 perc, ez nem nyert.
Na, fussunk, szaladjunk. Azt mondja, hogy protein snack az minden... van! De ahogy hülye leszek venni, hát van. Csak mindig elfelejtem egyébként, hogy gyorsan karicserézek egyet. Mondjuk azt már majd megcsinálom így külön. Na, azt mondja, hogy hűha, nem akadnék ennyire. Na, dobott koncit? Hát úgy látom, hogy nem. Sajnos Krisznek, vagy nem tudom, hogy hívják. Kretix. Sajnos nem jött össze. Na! Hatalmas drukkot kérek, már két napja nem sikerül az utolsót leadni, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha pont most videóban sikerülne, nagyon szépen kérem. Sikerüljön, olyan fasza lenne. És ez az, igen, yes. Sikerült, biológus kutatása, Sagyi lélekkő, szuper, nagyon jó srácok. Hát ennek rohadtul örülök, hogy ez most így videóban sikerült. Fú, nagyon izgulok, nagyon király lesz. Azt hiszem, hogy ez adja a 60 védelmet. Nem vagyok benne biztos, hogy én nem ringatom magam túl nagy dolgokban. De direkt nem néztem meg Wikin, hogy meglepetés legyen. Hát, ha azóta módosítottak már valamit, azt mondjuk, hogy pluszt is kapok. Ez semmi esély nincs, de hát ha. Na, akkor én most karicserézek, elrendezem a dolgaimat, és jövök vissza a... Hát igen, akkor megyünk Démon Toronyba kijutni a Sagyi lélekkövet. Na, végeztem is közben voltozással. AKBL-től pedig elnézést kérek, de sajnos. Nem látom, amit ír, mert sárga volt, azt láttam, de nincs nyelvgyűrűm. Na, sikerült mindenből bevásárolni, viszonylag olcsón is, csak el ne felejtsem majd a majmot megetetni, amikor lépek le. Ezeket gyorsan bepakolom még a raktárba, és akkor indulhatunk is Démoni Amerikágyat ütni. Hát, nem tudom, hogy fogok-e még koncit farmolni, mert lehet, hogy a videó után le is lépek majd kiderül. Meglátjuk, hogy milyen gyorsan fogják kidobálni, már rég voltam úgyis DT-be, akkor meglátjuk. Egyébként 2 darab medált tudok majd kiváltani összvíz, mert ugye amit a pont amiről az előbb beszéltem, hogy sajnos 2-esből, 5-ösből csak 2-3 darab van, mindegyik másból meg rengeteg, de hát sajnos ez nem elég. Remélem, hogy itt pont most az 5-ösön nincsen senki, mert szeretnék itt farmolni, de hát hogyha van valaki, akkor CL-t cserélek, úgyhogy nem nagy gond. Viszont én nem fogom őket összeszedegetni, hanem úgyis van egy csomó köpim, szerintem most felhasználom őket, úgyhogy mit keres itt a gonosz íjásza? Az elején, nem tudom. Fene se tudja. Na, pakoljunk fel. Kesztyűt most biztosan fogok rakni mondjuk. Csak ezért. Na lássuk, azt mondja, hogy akkor köpizünk egyet, aztán úsgyi neki. Kíváncsi lesz, hogy mennyire dobnak még ezek nekem bármit is, bár sejtem, hogy sem ennyire. Meg XP-t se adnak. Hát jó, mondjuk 57-esek, szóval nem is nagyon vártam mást. Azért örülnek itt is ilyen egy-két csoport után meg lenne, mint egy privát szerveren, mert azon tuti besírnék. De hát sejtem, hogy ilyen veszély nem fenyeget. Jó, hát azért órákig nem fog... Hát lemegyek hírba, baszki, megadta. Hát egy egész csoportot nem öltem le konkrétan. Mi a szar? Hát komolyan ezt eldobom, azt megpróbálom még ütni. És még egyet dobtak, mi azt? Ez mi? Hát akkor amíg be nem jön valaki, addig így eldobálgatom. Ez komoly basszus. Mondjuk ez mindenkinek ilyen jól esik, és megint kaptam egyet. Az komoly, öcsém. Az úgy nem rossz. Na jó, még egyet kiütök, azért ne essünk túlzásokba. Basszus, ez komoly. Erre nem számítottam. Ez nem semmi. Na most kellemeset csalódtam ebbe az egészbe. Már nem mondom, elülögettem volna itt egy 10-20 percig, de hát így. Hát így ez nagyon komoly. Na jó, lehet, hogy nem lesz belőle még egy. Na jó, nem kockáztatunk, ez a 3 darab bőven elég. Basszus, ez komoly. Hát írjátok meg kommentben, hogy ez nektek is ilyen gyorsan sikerült, vagy csak én vagyok ekkora mázista, bár kétlem egyébként, de hát basszus, ez komoly. Na mindegy, azért fillérekért kirakom 1-2 milla is milla. Már ha egyáltalán ír annyit. Innen meg hogyhogy visszamenni szerintem karicserével. Ha nem fog tudni karicserézni, mert ezek a nyomorékok jönnek utánam. Na se baj, kijátsszuk itt a rendszert, nem arról van szó. Az igen, hát basszus, mindenre gondoltam, hogy erre nem, hogy tényleg szó szerint egy pillanat alatt meg lesz az egész. Úgyhogy akkor zsajjunk is vissza gyorsan. Aztán vegyük fel a jutalmat. Kíváncsi ezek, egyébként arra gondoltam, hogy ami a legjobb, ami nekem jöhetne a mostani ládából, ha jól tudom, akkor ezekben az ébel ládában van vezérkönyve. Hát ha jönne egy vezérkönyve, annak rohadtul tudnék örülni, de nagyon-nagyon-nagyon. Hát aminek nem tudnék örülni, az a sárkány teki, meg az ilyen mindenféle átnemadható dolog, mert igazából most jelenleg semmire nincs szükségem, tehát most a pénzre lenne szükségem. Így is nézegettem egyébként néhány olyan szinten el vannak szállva az áraktól. Néztem mindenféle plusz 9-es mérget, néztem nyakasokat ugye Mitsukinak, és vannak teljesen jó árba plusz 9-es nyakasok, de tényleg ilyen 250-300 milla körül már ilyen egész jók vannak egyébként.
És van, aki meg a plusz 6-ost rakja ki ugyanennyiért, de úgy, hogy igazából alapból egy szar. Tehát így alap is tök rossz szoptok, ilyen MP veszteség van, csak hogy akarsz meg MP regenerálódás, TP reg, meg van benne 1500-2000 TP, és plusz 6-oson kirakja, plusz 6-oson, plusz 5-ösön, plusz 7-esen, teljesen mindegy. Azt is így kirakják ilyen 2-300 millába, hát így kikerekedtek a személyem, hogy oké, ennyire plusz 9-es leszek jobbat is, tehát fura. Úgyhogy érdekes. Na mindjárt ott vagyunk. Hú, megláttam az 5-ös szintümet, én majdnem neki is ugrottam. Na, hát elvileg ugye ennek már sikerülnie kell. Igen, köszönöm szépen, és akkor most menjünk vissza jó barátunkhoz, Baegóhoz, aki majd odaadja nekünk a jutalmat, ha minden igaz. Ha nem igaz, akkor sajnos nem nyertem. Következő nem tudom mi lesz, szerintem az nem, a jéggömbös jön szerintem, úgyhogy a jéggömbből majd be kell tárazom. Csak az, hogy a 65-ös metrén már nem bírom ütni. Úgyhogy Mitsukit kérdezem, hogy esett egyébként a jéggólemeknél jéggömb? Esett. Ajajaj, akkor szerintem én is azt fogom csinálni, hogy elmegyek a jéggólemekhez, azt ott farmolok. Lehet, hogy még most egyébként, nem tudom. Mert nem nagyon van kedvem venni, és hát igazából simán kiesít, az azért viszonylag egy sűrűn dobálnak szerintem. Na! És az igazság pillanata 70... Micsoda? Jó, az annyira nem dobnak sűrűn, ahogy mondja, de attól függetlenül dobnak. Az igazság pillanata végre 77-esen leadom a 40-es szintű BIOS küldit, vagy az 50-es, vagy hogy volt, Orkfog, Átokkönyv, Démon élnék, tehát ez a harmadik az 50-es. Hát igen, ennek már ideje volt, úgyhogy most jön a 60-as. Na, hát ez nagyon király, na, és akkor nézzük, hogy mit ad. Azt mondja, hogy igen, 60 védelmi pontot kaptam véglegesen, szuper, nagyon-nagyon-nagyon szuper, így van, meg is kaptam, és kaptam egy pompás helyet, sárga ébelládát. Lehet, hogy ez a pompás volt, csak átnevezték egyébként, előfordulhat, szóval nem kell egy hülyének nézni, de több mint valószínűleg nem. Na, lássuk, mi nyílik a sárga ébelládából, oda se nézek. Lélekkő, nagyon jó, ez teljesen jó, hát tudom, hogy ennél sokkal értékesebb is lehetett volna, viszont most a pénz miatt mindenképp jól jön, úgy eladom, mintha ott se lett volna. Hát nem is nagyon húzom szerintem most tovább a videót, kb. Hogy ennyit terveztem igazából, mert most két dolgot, hát nem is tudom mi ez lenne igazából kedvem, mert mennék Bariba, viszont ugye Mitsuki nem tud jönni, jó mondjuk egyik néző felajánlotta, hogy mehetnénk Bariba, de megmondom, hogy annyira most nincs kedvem. Metint lehetne jutni, de azt szintén nem nagyon tudok egyedül. Úgyhogy kicsit most meg vagyok lőve, viszont hát mindegy igazából, majd feltalálom magam. Viszont a videót szerintem most befejezzük, aztán még majd kiötlem, hogy akkor most jelen pillanatban hogyan tovább. De lehet, hogy elnézek most a jégulemekhez, ezt megpróbálok ütni egy kicsit, bár nem hiszem, de lehet attól függetlenül, ki tudja. Azt akartam még megnézni, a tárgypiac raktáramban van-e valami, mert ugye a Discordiára át lehet elvileg vinni, de szerintem voltam olyan hülye egyébként, hogy pár hete kiszedtem mindent, mert volt egy csomó cucc, ilyen energiatöredék, meg ércek, meg ilyesmi, de szerintem kiszedtem az összeset, de most már mindegy. Pedig most milyen jó lenne ugye elcserélgetni oda, mert azért láttam, hogy sokan, elvileg ezt a fúziós raktár, nem is ezt, hanem a fúziós raktár, ami a tárgypiacon van, hülye vagyok, nem is a tárgypiac raktár. Ugye ezt elvileg ugye át lehet oda is osztani, mink erről többet nem tudok sajnos. Na mindegy, hát a majomnál nem szorakozok, én ráhúzom most a proteinsteket, mert elfelejtem, basszus, tuti lenyakazom magam. Házi kedvenced nagy lelkesedéssel fogyasztja el a protein snacket. Pedig elő sincs hívva, tehát így konkrétan így elbújt valamelyik sarokba, azt így elmajszolt, tehát na mindegy. Erről ennyit. A részegnél még nincs opció, hála jó Istennek. Na jól van. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett.